Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő videóhoz. A videó elején láthattátok, hogy az Ádikát egy kicsit felbosszantottam, hogy itt énekelgettem neki. Idegesítettem egy picit, és szegényként lehet, hogy egy kicsit megsértődött, úgyhogy most oda megyünk, megvigasztaljuk, és jött Németországból egy csomag, azt fogjuk kibontani, megkínáljuk a benne lévő édességgel, hát ha megbocsát nekünk. Szoktam amúgy egy kicsit így cselkedni, de nem az a célom, hogy megsértődjön, hanem csak így egy kicsit szórakozok, de hát melyik testvér nem szokott, úgyhogy menjünk, nézzük meg, hogy mit csinál, és vigasztaljuk meg. Jövő héten itt online oktatás lesz egész nap, csak mondom. És akkor itt nem cségúzgatsz össze-vissza. Ez nem cségúzgatsz. Most Roblox-ozol? Állandóan kockul. A Fortnite logó. A Roblox-ban Fortnite logó. Jó, ki vannak barúva. Ádika, jössz videót csinálni velem? Kibontjuk a csomagot, ne haragudj! Ne haragudj, hogy megbántottalak! Ma nem haragszó? Nem nagyon. Nem nagyon? De hallod? Na gyere, kibontjuk a... Vicceltem, a kamera! Normális vagy, a kamera! De azért megszeretsz. Jó van! Vágás. Ez szokott lejátszódni mindig, amikor csomagot akarunk bontani, vagy valamilyen videót akarunk csinálni, összekezedni itt a srácokat. Itt a Niki telefonja, bent hagyta, csináljunk egy csomó képet, jó? Vágj a dilós fejet. A Nikinek csinálunk egy csomó képet, gyere Ákos. Az előbb amúgy megbeszéltük, hogy az Ádika megdob párnával, csak nem gondoltam volna, hogy ilyen durva lesz. Milántól kaptuk a csomagot, aki leveleket küldött eddig nekünk, és volt benne egyszer egy 5 centes és egy 10 centes. Most szerintem valami más lehet benne, úgyhogy remélem, hogy a srácok örülnek neki. Köszönjük szépen, hogy gondoltál ránk, nagyon aranyos vagy. Na nézzük akkor, hogy vajon milyen német édességek lehetnek benne. Amit ugye megígértem az Ádikának, hogy hát ehet. Most amúgy én vigyázok rájuk a Nikivel. Azt a... Amúgy sose én látom. Ja, szegényke! Na most akkor csak te látod, jó? Jó? Na nézzük, hogy mi lehet ebben a csomagban. Egyszer egy... Már hogy láttam, meg ahogy rágondolok, összefolyik a... Nál a számba, hogy savanyú gumicukor lehet. Megkóstoljátok, hogy savanyú-e? Mostanában megint nulla édességet eszek. Mostanában. De egyet eszek. Abba talán nem sok kalória van, jó? Bocsássatok egy meg. Na! Finom. Nem is savanyú. Annyira. Csak egy kicsit. Az új fogaim nehogy leszakadjanak. Azt láttam benne valamit. Ami az egyik kedvencetek, srácok. És el sem bueno. Fogjátok hinni. Banana! Ez finom! Ez nagyon finom! Nagyon. Ezt nagyon szeretjük, tényleg! Dani, nyugodj meg, neked nem fogunk hagyni. Olyan kedvesek vagytok velem mostanában! Te meg nem mit csinálsz itt a hátad mögött? Ezt is unyiba a gumicukrot! A következő! Ez mi lehet? Fehér csokoládé tojás! Az a tojás! Fehér csokoládé tojás is van benne! Köszönjük szépen Milánnak! Nagyon aranyos vagy! Hát hihetetlen! Itt jön a húsvét, aztán tele leszünk édességekkel! Jó? Ez mi lehet? Ez valami csoki. Ádi! Kóstoljuk meg! Ne edd az édességet itt funyiba! Majd utána ehet. Ez ilyen csokoládé darabkás kóstoljuk dolog. Meg. Ez mi lehet? Kóstoljuk meg! Na ezt kóstoljuk meg, ezt nem okay. Tudom. Ez valami egér. Olyan fogai vannak, mint neked. És tényleg. Milyen kapa fog, te ne fértegessé! Na! Nézzük, ez nem is biztos, hogy édesség, nem? Á, de csak édesség. Édesség. Nem. De ez ilyen papíros is. Ehető lap. Ehető papír. Ez ostya? Ja, szerintem. De... A
rontja. Biztos, hogy ehető? Igen. Ha finom, akkor ehető. De... Dani, ehető. Már csak úgy ezret kell megenni belőle, hogy tudjuk, hogy milyen ízű, úgyhogy adni lehet. Visszapakolunk, miatt az Ádika elfogyasztja itt az egészet. Nehogy megint mondd azt, hogy Gino rám, mert nem esek le a létráról. Mindig ezt mondja, hogy Gino. Szoktam neki mondani, mi van Gino? De ez már régebben is, már az Gino RP előtt is. Vagy nem tudom. Ne, még RP előtt nem. Még a papám, ő mondta szerintem nekem gyerekkoromban Gino. Mi van Gino, és akkor így szoktam mondani a srácoknak is, de utána ugye volt az, aki nézi az RP-ket, hogy van ott ugye a Gino barátunk is, akit az RP-ből ismertek. És úgyhogy ja, néha szoktam így becézgetni őket, ami nem tetszik nekik. És egyszer a Gino leesett a létráról, azt én mindig mondom neki, nem vagyok Gino, nem esek le a létráról. Srácok, és jövő héttől ugye bezárnak az iskolák, online-ok. Jó, de nekem nagyon ezt minden. Akartam kérdezni, hogy te örülsz neki? Itthonról könnyebb a tanulás neked? Milyen puska? Jó, Ádika örül az online oktatásnak, Ákos, te inkább bejárnál iskolába. Hát igen, sokkal könnyebb megérteni. Vannak előnyei is, és hátrányai is, ugye tovább aludhatsz, egy szál gatyába is oda ülhetsz a gép elé. És látják. És azért nem szeretek, mert ugye nem találkozok az osztálytársaimmal, az osztályfőnökömmel. Igen, hogy van előnye, hátránya, most elsősorban két hétre kell számítani, nem? Hát a tavaszi szünetre. Egy hónapra. Meg a tavaszi szünetre. De hogyha meghosszabbítják, akkor nem tudom. Hát majd kiderül, de ugye van előnye, hátránya is, mindenkinek sok kitartást kívánunk ehhez a nehéz időszakhoz. Egyaránt a gyerekeknek, egyaránt a szülőknek. Igen, Ádika? Meg én azért is szeretek online tanulni, mert mindig írta a tárnő, hogy szorgalmas vagyok. Ja, amúgy! Mert órán nem voltál, az mi? Hát, itt jobban szoktam tanulni. Itt jobban szoktál tanulni. Hát igen, kinek pozitív, kinek negatív hatással van a tanulmányaira. Bízunk benne, hogy át tudjuk vészelni ezt az időszakot is. Reméljük, hogy tetszett nektek a videó. Köszönjük Milánnak az édességet, nagyon aranyos vagy. Ha tetszett, akkor... Lájkoljátok és iratkozzatok föl a Nazdániel csatornája. Köszönjük szépen! Sziasztok! Lemek! Betöltés! Jöhet az édességem!